Szeretettel köszöntöm a stúdióban kedves vendégeimet, Posgai Anitát, szervusz Anita! Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat is. Illetve Bedő Imrét, a Férfiak Klubja eh, vezetőjét. Jó napot kívánok! Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat! Eh, azért gyűltünk így össze ilyen körbe most, mert eh, végül is egy férfi női kérdést vetődött fel, ami mondhatnánk, hogy az csak egy cikk volt, vagy egy jelentés, de valójában egy egész... Eh, bizonyos értelemben jelenséget, korszellemet tud a maga mögött, hiszen arról van szó, hogy az ÁSZ jelentés felmérte, hogy azok, akik nőként diplomát szereznek, valamilyen módon hozzájárulnak a demográfia romlásához, tehát hogy nem szülnek elég gyereket. Ez végtelenül leegyszerűsített formája annak, ami megjelent ebben a statisztikában, de minden esetre olyan szinten szányra kapott, hogy szépen táplálja azt a képet, ami egyébként is él a nyugati világban, és a sajtó, elsősorban a sajtó munkatársaiban, mi szerint Magyarország nyilvánvalóan nő ellenes, és el akarja nyomni a nőket, és kizárólag szülésre akarja őket kényszeríteni. Erről ön is írt a, a, a blogjában, illetve hát Anita, te is látod azt, hogy tanácsadóként, hogy, hogy ugye diplomás nőként való, ez hogy áll össze ez a kép? Tehát te mit láttál ebben? Mennyire volt ez számodra sértő <laughs> diplomás nőként egy ilyen felmérés, és gyermekes anyaként? Igen, igen. igen e, Hát nem lepődtem meg igazából a, a, a reakciókon, tehát hogy azért azt így hozzátenném, de mindenképpen úgy éreztem, hogy ez politikailag így nagyon egy bakvágányra egy tévútra ment. És igazából azon gondolkodtam, és én azért örültem, amikor a férfiak klubjában megjelent az a bejegyzés az Imrétől, hogy ugye a lényegről ez eltereli a figyelmet. Mert ugye a lényeg az ennél igazából sokkal bonyolultabb és összetettebb is. Mert ugye az álszélentés az kifejezetten a felsőoktatásban résztvevő nőkkel foglalkozott. De ugye azért, hogyha most megnézzük a, a statisztikai hivatalnak a különböző kutatásait az elmúlt évtizedben, akkor láthatjuk, hogy itt egy egészen komoly társadalmi problémával állunk szemben, ami nem csak, nem csak Magyarországban, hanem a nyugati társadalmakban is jelen van. És ez pedig igazából az, hogy a 20-49 éves korosztályban azok, akik, akik, akik egyedül állóak, ezek, ezek között az emberek között sokkal nagyobb. A diplomás nőknek az aránya, mint a diplomás férfiaknak az aránya. És ugye itt felül fel egy kérdés, hogy, hogy vajon akkor ebben az esetben, hogy tudnak ezek az emberek igazából kapcsolódni egymással. És ugye nyilván ez egy társadalmi jelenség, amit látunk, és amikor amikor erre különböző ér reakciók vagy megoldásokat keresünk, akkor elsősorban társadalmi szinten kell ezt keresni. De ahogy említetted, én meg tanácsadóként, kócsként, szupervizorként, nagyon látom a személyes oldalt is, és azt az oldalát, ami ebben nagyon nehéz, el, akár ezeknek az egyedülálló hölgyeknek, és férfiaknak is. Úgyhogy bennem, én nagyon örültem annak, hogy elindult egy másfajta párbeszéd, úgyhogy nagyon megposztoltam is azt, amit az Imre kitett, és nagyon érdekes reakciók is érkeztek rá, és ez is megmutatta azt, hogy mennyire, egyrészt, hogy mennyire érzékeny téma, és hogy mennyire sokféleképpen látjuk ezt, mennyi nehézség is van ebben. És azt gondolom, hogy ez mindenképpen megérdemel egy, egy beszélgetést. Mindig egy nyitott beszélgetést. Így van. És hát ugye azért is fontos, hogy itt férfi és női ö, ö, hozzáértő is megjelenik, mert hát nyilván férfiaknak, ha úgy vesszük, akkor egy ö, egyfajta hurrával kéne ezt ö, üdvözölni, hogy igen, persze, tényleg a nők nyomnak el minket, és ők borítják fel a társadalom rendjét, de nem ez derült ki a, a blogodból. Mi, ö, mi indított arra, hogy hozzászóljál. Nagyon fontos, ugye ezzel a társadalmi kérdés, mi ugye elég régóta foglalkozunk, és mindenhol elmondjuk, és mindenhol azonnal megértik. Tehát tényleg ez egy abszolút átlátható és érthető történet, ami félre lett magyarázva. És most akkor tegyük igen, itt igen. is a helyére ezt a dolgot. Ugye, tehát itt arról van szó, hogy amikor megjelent az ász jelentés, akkor a politikai okból szándékosan el lett torzítva az ellenzéki médiába, és úgy lett beállítva, mint az ászjelentés arról szólt volna, hogy a nőknek inkább ne szerezzenek diplomát, mert hogyha ennek a kormányzatnak a demográfiai kérdés a, a programjának a középpontjába áll, és állandóan a családokat akarja növelni, gyarapítani, és nyilván a nőket ugye szülésre akarja mindenféleképpen kényszeríteni, akkor lám itt egy újabb mód, ugye, hogy, amivel azt mondja, hogy, ha, hogy, hogy lassan kvótákat emlegettek, hogy akkor Igen. le kell csökkenteni a nők létszámát a felsőoktatásban, mert miattuk nem születik gyerek. És abszolút nem arról van szó, hogy a nők diploma szerzése miatt konkrétan nem születik gyerek, hanem azért nem születik gyerek, mert felborult az arány a nők és a férfiak között és ha sokkal több nő szerez diplomát, mint férfi, akkor a diplomás nők egy jó része, egyre egy nagyobb része statisztikailag sem talál végzettségben hozzáillő társat. És most itt ugye egy újabb vitát generál majd ez, mert hihetetlen sok embert érint érzékenyen az, hogy most a női hipergámia, ami ugye azt jelenti, hogy a nők hogy mondjam, ösztönösen is és amúgy is szeretnek fölfelé házasodni. Tehát a, a státuszukhoz és az ő saját társadalmi ugye pozícióikhoz mérhető vagy a férfiakkal szeretnek. Ennek millió egy oka van erről, lehet beszélni. Ami, Itt még lehet ami, beszélni róla, hogy van egy miatt, ilyen Ez egy igen. természetes dolog. Igen. És, de vannak gyakorlati és vannak ösztönös és vannak fajfenntartás, mindenféle okai vannak. És emiatt ugye tényleg a diplomás nők maradnak, hogy miért sokkal több a diplomás nő, mint a diplomás férfi, a diplomás nők maradnak szinglik. Nem tudnak családot alapítani, és gyermektelenek maradnak, és minden statisztika azt mutatja, hogy a diplomás nők maradnak, és a diploma nélküli férfiak maradnak gyermek nélkül. Tehát a kettőjük, az arányok felbomlása a probléma. És ugye ezzel mi a másik oldalon is foglalkozunk, és az jelentés is érintette, de szakmailag nehezen tudták ezt ők összerakni, hogy az, az egyik megoldás ugye, az a fiúk felzárkóztatása, hogy a fiúk legalább születési nemi arányaiknak, vagy a felefelét közelítő arányban jussanak ö, ö, felsőfogú végzettséghez. Mert annak nagyon összetett okai vannak, hogy a fiúk miért maradnak igen, le. Igen. Nem csak azért, mert szakmát szeretnének. Nem csak tanulni. azért, hanem egy, egy, egy sereg más ok miatt. Többek között a férfi tanárok hiányával is magyarázható rengeteg kutatáson, ami azt mutatja, van egy egész nagy átfogó német kutatás is, ami azt mutatja, hogy a, a férfi tanárok számával egyenesen arányosan működik a, a fiúknak az iskolai előremenetele. Tehát Mindegy, akkor a, a Németországban az azt jelenti, hogy nem csak Magyarországon létezik nem, ez, ez, ez a, ez a, a probléma, holott ott megfizetik az a sorsát. A nyugati világban rosszabb, mert most már lassan ott tart a dolog, hogy, hogy kétszer annyi nő szerez diplomát, mint férfi. Ami azt jelenti, hogy a diplomás nők fele nem talál, magához illő társat. És akkor elindul ez a másik vita, ugye, hogy már pedig a, a diplomás nő is hozzá mehet az asztaloshoz, ami... Hát igen, a szerelem mindent ami igaz, <laughs> Egyes esetekben erre azt szoktam mondani, hogy igen, de ezekre a, ezeknek az eseteknek a kezelésére hihetetlen magas intelligencia kell, ráadásul egyszerre két ember részéről, és ezt egy-egy esetben meglátjuk, hogy létezik. De össztársadalmi méretben, amikor mi itt társadalomról beszélünk, és ilyen, ilyen nagyméretű statisztikákról, Igen. nem lehet ez társadalmi javaslatként, vagy akár kényszerként, mert ilyen értelemben az a narratíva, hogy a nők már pedig ez így jól van, az arra kényszeríti a nőket, hogy még csak beszélni sem merjenek arról, hogy ők esetleg nem akarnak ugye lefele házasodni, hanem ők elvárnák azt. Például egy orvos nő elvárhatja, hogy amikor a saját környezetébe megy el baráti körbe, akkor egy olyan férje legyen, aki akkor azokkal az emberekkel azon a színvonalon tud kommunikálni és beszélgetni, Igen. és azok az emberek és is És hogy ez nem elfogadják. egy irreális elvárás. Ez, 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 ez egy abszolút mindennapi elvárás. Mm -hmm. Hát Anita, téged mondjuk nőként ez a hipergámia hogy érint? Tehát, hogy mennyire, mit, 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 mit rezonál benne? <gül> <gül> Igen, ez mindenképpen igaz, amit az Imre is említett itt, hogy nagyon nagy érzelmeket vált ez ki, mert vannak jó példák. Tehát abszolút igaz az is, hogy hogy egy diplomás és egy nem diplomás is élhet harmonikus kapcsolatban, meg igazából azt is leszögezhetjük, hogy a diploma egyáltalán nem egyenlő az intelligenciával, Igen. tehát ez, ezeket Igen. abszolút ki lehet mondani. Csak, csak itt jön be az a kérdés, hogy hogy közelítjük meg ezt a problémát. Hogyha társadalmi szinten akarjuk megközelíteni, akkor társadalmi megoldásokat, na, hát úgymond nagyban kell gondolkodni, és erre jönnek azok a megoldások vagy javaslatok, amik ugye itt elhangoztak. Hogyha pedig, ha pedig személyes szinten nézzük, akkor nyilván bejönnek ezek a különbségek meg kivételek. És akkor említetted ezt, hogy a nők felfele szeretnek házasodni. Én itt behoznám azt az aspektust, hogy, hogy az, az én azt tapasztalom, amit látok, hogy ugye a nőkben ez az egzisztenciális bizonytalanság és az egzisztenciális biztonságra való törekvés nyilván sokkal erősebben megvan. Tehát mi könnyebben megijedünk. Lehet, hogy jobban félünk ezektől a dolgoktól, és van ennek egy jogos része is igazából, hiszen hogyha én összeházasodok valakivel, akkor nyilván, ha a gyerekeket is vállalunk, akkor egy bizonyos időre én ki fogok vonulni a munka világából. Tehát az biztos, hogy nekem a leendő partneremben látnom kell azt a potenciált, hogy, hogy amikor egy ilyen helyzet feláll, akkor én nem leszek kiszolgáltatott helyzetben. Igen. És, és ugye tényleg nagyon sok kutatás létezik ezzel kapcsolatban, de ez, ez is kimondható, hogy a kutatások alapján is, ez teljesen egyértelmű, hogy önmagában a szerelem az nem elég egy, egy tartós, egy, egy nagy kohézű kapcsolathoz, hanem szükség van egyéb faktorokra is. Ugye ez a közös érdeklődés, ez lehet az, hogy tényleg ott van a megbecsülés, a tisztelet, és ott van ez az anyagi háttér is. És a szellemi kapcsolódási Igen, képesség, így van. Tehát amit nem... igen. Igen igen. Ez, igen, igen. Ezek bizonyos szinten vannak. Igen, az. igen. Hát hogy hogy tudjon ugyanabban a körben mozogni? Ezeket össze kell tudni hozni, a családokat össze kell tudni igen. hozni, és ott már nem csak az a két ember számít, hanem a teljes hátterük, hogy a jó, hogy ő kétkezi munkás, és nagyon intelligens, és sokat olvasott, de az összes barátja nagyon intelligens, és sokat olvasott. -e. Tehát egy csomó ilyen. Igen. Mert hogy az ember azért társas lény, nem csak, csak ketten. Tehát, hogy nem Igen. csak két emberről szól a házasság, holott az a legfontosabb, de azért van egy környezet, amibe beleilleszkedik. Igen. Igen, és nagyon érdekes az is, hogy ugye csináltak, mert ugye a 20 éveiben az ember lehet, hogy egy kicsit, hogy mondjam, lelkesebb, és én is emlékszem, nyilván nem néztem, hogy pontosan konkrétan milyen van a férjemnek, de ezt a potenciált, ezt biztos, hogy néztem. Igen. Tehát az, hogy láttam benne azt, hogy ő erre ezt meg fogja tudni adni, ez nagyon-nagyon fontos szempont volt. Viszont a kutatások azt is alátámasztják, hogy ahogy a kor e, nő, ez a fajta igény az existenciális biztonságra egyre nagyobb, Plusz ugye tegyük hozzá, hogy ha ezek a hölgyek tanultak, és ők is teremtettek egy bizonyos egzisztenciát, van lakásuk, jól fizető állásuk, akkor nyilván ő bennük is van egy olyan, hogy ezt szeretném ezt látni a parteremben is, igen. hogy legalább minimum ennyit elért. És ebben nincsen semmi rossz, mert ugye itt jönnek be azok a nagyon heves érzelmek, hogy akkor a hölgyek lenézik, esetleg a diplomás hölgyek, vagy a képzettebb, vagy jobb pozícióban lévő hölgyek lenézik akkor azokat a férfiakat, akik, akik nem azok. Ezt nem gondolom, hogy így van, és ha most visszatérünk a személyes szintre, amit látok, egyáltalán nem gondolom, hogy így van, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezeket a szempontokat, amikor párt keresnek az emberek. Mi, mi, soha nem, mi soha nem konkrét emberekről beszélünk, mert konkrét párkapcsolatok működnek. De tegyük hozzá, hogy nagyon-nagyon a nagyon ritka. Viszont ösztársadalmi méretben Amerikában ez felmérték, és azt mérték, hogy, hogy duplán is rossz, hogyha a férfi kevesebbet keres, mint a nő. Tehát nagyon ritkán hozzák ezeket nyilvánosságra. Egyrészt a férfinek ez egy nagyon nehezen kezelhető történet. Tehát egyszerűen te erre nem ő, lehet rákényszeríteni, hogy ezt tudja kezelni. Minden félével próbálják ezt elmagyarázni, hogy ez így a legnagyobb rendben van, meg minden. De a nőnek végig kell nézni ezt a férfi. Vagy pedig a férfi, hogyha elfogadja ezt, akkor olyan mértékig legtöbbször beleül ebbe, hátradől, hogy, hogy aztán nem is akar tovább lépni, mert ebben a versengésben vagy, vagy nagy erőfeszítést kell tennie, hogy ezt a versengést a saját párjával megnyerje az anyagi fronton vagy ha neki kevesebb az esélye, akkor abszolút visszafékez, és ebbe az el, nem eltartott, hanem ebbe a, a, ebbe a kicsit ilyen visszavonult majd az asszony megkeresi kategóriába, a nő megbecsülését is teljesen elveszíti. De azért, mert előbb elveszíti a saját önbecsülését ebben a procedúrában, és utána elveszíti a nő megbecsülését is. Nem biztos, hogy azért, mert ő annyit keres, vagy annyit keres, hanem az egész pszichét romboló vagy. folyamat idáig vezet, ugye? És hogy mekkora erő kell ezt kezelni. Tehát nincs a társadalom összes olyan tagjának, akit erre kényszerítene, például ez az egyenlőtlenség, amiről beszélünk, tehát nagyon-nagyon több tízezer emberről beszélnénk, vagy százezerekről beszélnénk, akkor nem lehet azt javaslatként tenni, hogy mindannyian legyetek olyan erősek, hogy ezt simán kezeljétek. Igen. Ugye? Tehát van, 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 egy cselek felmérés erre nézvést, és ugye látszik a gyakorlatban is, tehát az én előadásaim után odajönnek nők, és azt mondják, hogy abszolút igazam van, mert, és a diplomás nők, akik most uh, egy, egy fesztiválon voltam éppen, ahol ilyen sok-sok ilyen, uh, előadás zajlik egy ilyen szabad egyetem félén, amikor ez kitölt ez a botrány egy két hete, és ott rengeteg diplomás nővel beszéltem, akik azt mondták, hogy és ismerem is őket 40 éves korára, hihetetlen, jól kinéző, okos, Lányok, akiket én tíz éve követek, hogy mennyit szenvedtek, hogy hogy párkapcsolatuk legyen, és most férjük van, kisgyerekük van, és azt mondják, hogy a barátnőiknek viszont nincs, uh -huh. és hogy, a, hogy, hogy hihetetlen tömegben vannak a, a, a felsőfokú végzettségű szingli lányok, akik nem igaz, hogy arra készültek, hogy életüket és a vérüket a karriernek áldozzák, Szeretnek dolgozni, teszik a dolgokat, de mind akartak családot, és lassan, lassan kifutnak az időből, és ez ilyen mértékű társadalmi probléma, amiről Igen. beszélünk. Tehát Igen. az, hogy ezt politikai okból, egy olyan gellert adjanak neki, ami miatt az emberek azt hiszik, hogy Magyarországon az a helyzet, hogy be akarják tiltani a nők felsőfogó végzettségét, az bűncselekmény, mert a diskurzus nem vezetik jó irányba, és nem tanulnak semmit az emberek ebből. És látszik, hogy ez sima politikai téma, tehát egy valódi politikai technika, hogy bármi, ami értelmes dolog, és a férfi nőről szólhatna, a családról szólhatna, hogy ne tudjon társadalmi méretű vita keletkezni a helyes kérdésről, azonnal a valóságot csapdába ejtik, és elveszik a szemünk elől, és feltesznek egy másik valóságot, és arról lehet beszélni. Igen. És így volt, hogy már az első naptól kezdve egy ilyen propagandagépet, tehát a teljes médián végigfuttatta azt, hogy, hogy Úristen, itt az ász azt mondta, hogy a nők túl sok nő szerez diplomát, és most, hogy diplomát tudnak szerezni, mert korábban tilos volt nekik egyetemre járni, és ugye, tehát olyan fajta, igen, de ilyen, ilyen rossz dolgokat hoznak fel. Ez is egy olyan vita, hogy, hogy van egy nagyon híres ilyen megmondó ember, most nem mondok neveket direkt, és ő egyszer egy ilyen beszélgetésre velem neki ami jött, és akkor helyére tettem ezt az ügyet, és ennek ellenére később a könyvébe is betette ezt, hogy he, hogy hetszelje az embereket. Például ide tartozik, hogy a Heidelbergi Egyetem 400 évet kellett várni arra, hogy az első nő beteljesse a lábát, mert csak férfiak tehették be oda a lábukat és ez micsoda szörnyű katasztrófa volt, és hogy, és most jó, hogy a nők többen vannak, mert most visszacsap a mérlegben, mindenfélét mondanak. És akkor próbál neki elmondani, ugye én, aki értek ehhez a hagyományos dolgok, ez persze felháborító, minden azt mondja, hogy 400 évig, nem? Persze abból a perspektívából most, hogy minden második fiatal egyetemre jár, ugye és az egyetemek színvonal ezzel kapcsolatban soha olyan is, amilyen, de ez egy külön téma lenne, hogy kell-e annyi egyetemista, kell-e annyi. Ja, hát ezt egy újra ez téma. Úgy, hogy az összes gombot ne most az a 400 év, ameddig csak férfiak jártak a Heidelbergi Egyetemre, az úgy nézett ki, hogy az egyetemista az nem volt egy presztízs. Tehát nagyon ritka volt. Tehát az embereknek az egy tíz, tízezer férfiból egy, ha elment egyetemre, és tízezer nőből egy se. Na most, hogy tízezer nőből egy férfi ment, és egy nő sem, az társadalmi egyenlőség, maradjunk ennyiben. És nagyjából úgy történt, hogy az igazi presztízs az a földeken való munkak végzés, a nem tudom, mindenféle igazi fizikai és a családalapítás volt. Aki egyetemre ment abban az időben, az a, az, a, az a másra nem jó, típus volt, ugye, hogy hát szegény legyen deák, ugye, mert és hogyha valaki egyetemet végzett annak idején, javarészt nem rögtön bankigazgatónak, mert ilyenek nem voltak, hanem persze voltak jogászok, mert mindenki az állami gazgatás voltak, de nagyon-nagyon ultra kevesen általában olyasfajta értelmiségi munkával foglalkoztak, amit el kellett tartani annak a falu közösségnek. Tehát azt az ember, azt nem lehetett arra használni, hogy ő menjen száncson, vessen, legyen neki birtoka, hanem őnek enni kellett adni, hogy ő tudjon kódexeket másolni, ezt csinálni, azt csinálni. Tehát azért egy nő sem kötötte hozzá az életét pont ebből a kifolyólag, amit az Anita imént mondott, hogy hát ugye most akkor mi, hogy kitart el, meg mi lesz itt a családdal. És ebben a millióben telt el ez a 400 év, de amikor a városi osodás kapcsán megnyíltak a, a munkahelyi igények, és akkor abszolút az elejétől kezdve teljes mértékben megnyitották ezeket a kapukat. És arra 400 évre hivatkozni, amikor tízezer férfiból egy, és tízezer nőből egy sem ment, tehát 9999 nő nem ment egyetemre, hogy de ez hát akkor ez jól, jól. leképezi azt, hogy miből lehet a cserebogár, mire lehet úgy ráugrani, és, és miben e lehet hangulatot lehet ugye A mai kerteni. embert a mai szemléletével, a mai világból kiindulva fölháborítani. Hogy, mert Igen. azt hiszi, hogy ugyanilyen 400 év volt, mint most, és ez mindig tilos volt, de nem ilyen 400 év volt. És itt, itt térek vissza arra, hogy ezt az ügyet is ugye azonnal, tehát odáig fajul a dolog, ugye, hogy az, az olasz választási kampánynak részévé tették, azzal fenyegetik az olasz választókat, hogyha az olasz jobb oldal győz a választásokon, akkor az Orbáni Magyarország következik be Olaszországba, ahol be akarják tiltani a nők egyetemi diplomaszerzését. Pont. E, tehát, ez, ez, ez nagyon leegyszerűsítve jól. Ugye? Lász. És közben meg nem erről van szó, hanem arról, hogy fölborult egy arány, ami miatt boldogtalansága. Gondoljunk be. gondoljunk bele, hogy micsoda szörnyű boldogtalanság az, hogy a nők, a, pontosan a diplomás nők, akik az életet sokkal magasabb szinten tudják továbbadni, művelt, kultúrán, családból származnak, jó anyagi lehetőségekkel, hogy a gyermekeiknek mindenféle lehetőséget megadjanak, ők, ők egy, egy belekényszerülnek egy meddő életbe. Nem, nem, és nem egészségi értelemben meddő életben, mert az is egy nagyon szuper szörnyű katasztrófa, hanem egy, egy, társadalmi értelemben meddőségre kényszeríti egy, egy, ilyen jelenség, amivel még egyszer mondom, úgy lehetne foglalkozni, hogy azzal kell foglalkozni, hogy hogyan zárkóztatjuk fel a fiúkat, és ezzel párhuzamosan egy külön kérdés, de ezzel abszolút összefüggő kérdés, a férfi tanárok száma, és annak az arányának a növelése, ami a lányok életére is pozitív hatással van, mert olyan minnyira nincs férfi, Igen. mint a már a családokban sem, nincsenek otthon a férfiak, rengeteg a vállás, hogy a férfi tanárok hihetetlen, ugye mi a Gránit Oroszlán példakép díjra most lehet jelölni egyébként, menjenek fel a honlapunkra, mert a férfi pedagógusra is ugye lehet jelöltséget tenni, ugye férfi példaképeket keresünk mindig ilyen, ez az időszaka, Azért, és a férfi példaképek elmesélik ezeket a férfi pedagógusok, hogy ők apák is, Igen. és annyi, de a lányoknak is, nem csak a fiúknak és hogy mennyire nagy szükség lenne rájuk, de általában a pedagógusra is óriási szükség lenne. Tehát ezeket a programokat Magyarországon el kell indítani, hogy hogyan zárkoztatjuk fel a fiúkat, ne a lányoknak tiltsuk be, hát ez egyértelmű, Én. hanem a fiúkat kell fölzárkóztatni, hogy az arányosság. meg És tudjon az maradni. sem mesterségesen, hanem az, hogy ne, ne vegyük el mesterségesen a kedvüket a tanulástól inkább Pontosan, és ennek szó. a mennyiségeit meg kell mert ez is egy külön misét megérne, Igen. hogy vajon mi veszi el a lehetőségeket, mikor buknak el, melyik az az időszak. És ez egy de minden esetre, amit mondtál, az egy nagyon érdekes dolog, hogy ez egy német felmérés volt, és Németországban tényleg kiemelten jól megfizetik a tanárokat, és oh, ha ott felmerül ez a probléma, akkor lehet, hogy ez mégse csak pénzkérdés, de hogy látod ezt a meglehetősen komplex problémát? Egy picit reflektálnék azokra, amiket az Imre mondott, és akkor és akkor utána így visszatérni erre a kérdésre az oktatással kapcsolatban hogy igen, hogy a tényekről való elterelés, hogy ez hogy is működik, hogyha most itt számszerűsítjük ezt az egészet a magyar népszámlálási adatok alapján, hogyha azt nézzük, hogy mekkora a szingliknek az aránya, hogyha a szinglit vesszük, ugye itt kifejezetten azokat értjük, akiknek a státuszuk is hajadon, illetve ö, ö, nőtlen, illetve külön háztartásban élnek, és, és, nincs gyerekük. Tehát nyilván, hogyha ezt még egy kicsit így kiterjesztenénk azokra is, akik esetleg elváltak, vagy éppen otthon a szüleiknél élnek, és hasonló státuszban vannak, akkor még nagyobb lenne ez a kör. De hogyha csak ezt az előbb említett szükréteget nézzük, akkor a 20-49 éves korosztályban 250 ezer emberről beszélünk. A 2011-es, 2016-os felmérések alapján is. Ez, ez sok egyébként, és ez sok, mert szerintem ez so, Hát most egy 10 milliós ország vagyunk, tehát két 250 ezer ilyen egyedülálló, de hogyha ugye ehhez hozzávennénk azokat is, igen, akik, mondtál, akiket igen. még pluszba mondtam, akkor ugye ez akár egy milliós, másfél uh -huh. milliós kör is lehet, mert ugye miért veszem ki az 50 pluszost, vagy a 60 igen. pluszost, az elváltat, miért veszem ki belőle, vagy azt a 20 Gyerek éves, aki, aki mondjuk otthon lakik a szüleinél, azok is beletartoznak valamilyen szinten ebbe a körbe. Tehát egy nagy rétegről beszélünk. És akkor ugye itt vizsgálták ebben a szűkebb rétegben, hogy mekkora a diplomás nem diplomásoknak az aránya, és arra jutottak, hogy a, a 20-39 éves korosztályban a, nők, a diplomás nők aránya ebben a rétegben 52%, a férfiaké 37% a 40-49 éves korosztályban pedig ugyanez az 53 a nőké, és egy olyan 26 a férfiaké. Tehát elég alaposan vizsgálták ezt a kérdést. És ez, ez itt van. És ebben jönnek bele ezek a kérdések, amik, amikről itt az előbb beszélgettünk, hogy hogyan lehetne ezt a, ezt a társadalmi problémát feloldani milyen megoldásokkal, és ugye így csatornázódik ide be az oktatásnak a kérdése, mert az valóban egy társadalmi megoldást hozna erre, hogyha az oktatás nem lenne ennyire nőies, hogyha azok az értékek, amik mondjuk a, a férfiak a férfias voltát erősítenék, önbecsülését és magabiztosságát, akkor a férfiak sikeresebbek tudnának lenni és nyilván ez nem csak ilyen szinten, hogy diplomás vagy nem diplomás, hanem egészen egyszerűen azáltal, hogy sikeresebbek tudnak lenni, ugye ez, ezt a fajta kapcsolódást ez jobban tudná erősíteni. És én... Lehet, hogy ezért nem akartak ezzel foglalkozni, mert ez túl komplexen és sokkal egyszerűbb az, hogy kvótát akar bevezetni a magyar kormány. Igen, és ugye senki nem mondta nyilvánvalóan, és, és és nem is lenne jó, mert egyébként a, a, azzal én egyetértek, hogy azért a nő, nőknek a szerepe Magyarországon, tehát még mindig van mit a tejbe aprítani, tehát még mindig lehet azért segíteni a nők egyenjogúságán, mert hogyha akár így lokálisan nézzük egy-egy családban, azért még mindig nagyon sok a bántalmazás, azért ennek is nagyobb elszenvedői sokszor a nő. Ők, tehát lehetne ezzel a témával. Mert a tejbeaprítás az inkább azt jelenti, hogy, hogy elég jó jól, jól lét van. Nem úgy <laughs> értem a tejbeaprítást, hogy van mit, van mit még, még ezzel ezen javítani, és igen. Van, tehát hogy egyáltalán nem olyan jó a nőknek a helyzete Magyarországon. Igen, ez az az egy az, külön az, téma lehet. Nyilván a az nagyon jó, hogy, hogy. De be, hogy azt se tudjuk, hogy az a statisztika milyen, amiről beszélnek, mert ez sem jó. Tehát most már azt mondják, hogy 30%-a nőknek abúzus van 4000 telefonszámom a telefonomban, akkor azt jelenti, hogy Lassan 1500 embert kéne ismernem, aki veri a feleségét, tehát ez biztos nincs így. Nem is tehát, csak a... erre gondolom, de... Nem, de, de nyilván tehát lehet ezt teljesen kinyitni, akár verbálisan, igen, akár, igen, akár igen. arra a szintre, hogy most... Hogy nem azt a pályát futhatja, amit akar, igen, Igen, igen tehát, tehát nagyon sokféle oldala van ennek de nyilván ez most nem, nem témája ennek a, a, műsornak. Viszont ezzel a másik tényel, ami itt van előttünk, ezzel érdemes foglalkozni. És akkor ugye a társadalmi megoldásnak én ezzel teljesen és maximálisan egyetértek az, hogyha az oktatásban változtatnának, és ez sokkal kedvezőbb lenne a fiúk számára, megnövelni, valóban ezt a magabiztosságukat tovább tudnának tanulni, akkor, akkor sokkal nagyobb sikereket érnének el, és sokkal vonzóbbaká válnának akár a diplomás hölgyek számára is. És a másik oldalról nyilván én most egy másik fajta szakemberként nézve, én azt is fontosnak tartom, hogy azért ugye a fejekben is történjen változás, de ebben pont segítenek az olyan mozgalmak, amiket ti eh, is indítottatok, hogy egy kicsit így tudjanak kapcsolódni az emberek, tehát meg tudjanak nyílni egymás felé a különböző sztereotípiák és előítéletek Igen. le tudjanak omolni. Ez tehát egy, egy annyira ször... fontos Igen. pont, hogy igazából minden ilyen uh, hír, amit így bedobnak, és az ilyen koncentrikus köröket uh -huh. vet, az mind arra való, hogy a nőket és a férfiakat, egymást ellen uszítsák, és hát ez a kapcsolódás akkor a végtelenségig nem Pont az ellenkezője jön Ugye nagyon érdekes, most gyorsan, ha ezt is összefoglaljuk, ugye ennek az a lényege, hogy ugye a neomarxizmus az úgy alakult ki, hogy az eredeti marxizmus azt mondta, hogy az osztályharc az a munkásosztály és a tőkések között legyen, mert ezzel tudtak rengeteg embert mozgósítani, hogy a tőkések pénzét, ha szétosztjuk, akkor mindenki sokkal gazdagabb lesz, és fantasztikus világ fog elkövetkezni de aztán rájöttek, hogy a mozgalmat finanszírozni kell, és a pénz a tőkéseknél van, tehát velük ki kell békülni, és ezért eről leszálltak, erről a vonatról. Viszont megtapasztalták azt, hogy az osztályharc az egy nagyon-nagyon fontos mozgósító erő, tehát ők osztályharc révén tudnak politikai szavazókhoz jutni. Tehát kell egy elnyomó és egy elnyomó osztálynak lenni, és a fiatalok leginkább, akik ugye az ő oldalukra szavaznak, azok mindig az elnyomottak oldalára, az elnyomók ellen músíthatóak. Tehát muszáj volt, ugye azelőtt is ez a tőkés munkás osztály ellen ugye osztályharc is egy mesterségesen generált osztály, mert ugye gondoljunk bele, hogy a Biblia is írja, hogy voltak a nagyon gazdagok, meg a nagyon szegények, mindig tudta kezelni a társadalom, hogy vannak gazdagok, szegények. Nem voltak ilyen sokan, mint ma, kevesebben voltak, de jól kezelte mindenki a saját helyén el volt, és köszönte szépen. Tehát egészen... Néha szerettek volna más helyre kerülni, és az is jogos Tehát, volt. Igen, de egészen <laughs> addig, ameddig ezt föl nem Utána azt mondták, hogy olyan fajta osztályharcokat kell indítani, ahol nincs pénz, viszont sok mindenkit érint, mert úgy sok szavazóhoz tudunk jutni. És így generálták mesterségesen a férfi-nő osztályharcot, ahol a férfi az elnyomó, a nő az elnyomott. Így generálták az rassz osztályharcot, ugye, hogy a fehér az elnyomó, az összes többi rassz az elnyomott. Ennek millió, ugye, tehát amikor azt mondjuk, hogy nem nem sokan tudják, hogy Amerikában csak egyetlen államban volt három ezer fekete rabszolgatartó, és most nem megyek tovább ezen a gondolaton, hogy most akkor ez most rasszizmus volt, vagy pedig egy gazdasági mechanizmus. Tehát, hogy minden esetre a rassz a ugye, elnyomás az egy másik osztályharc, a harmadik nagy osztályharc, amit mesterségesen generálnak, az a, ugye azt állítják, hogy a heteroszexuális többség el akarja nyomni az összes többi kisebbséget, mindenféle szexuális kisebbséget, amit mesterségesen állandóan szítanak. És a legújabb, ami azért már 68-ban elkezdődött, az a generációk közötti osztályharc, hogy az öregek akarják a fiatalokat elnyomni, és a fiatalokat fordítsák az öregek ellen. Mert ezzel végképre tudják kuplungolni, és a többi harcba be tudják őket vezetni, hogy gyertek velünk, mert minden harcot meg kell nyernünk. És ezzel ugye az a probléma, hogy, hogy ennek a fajta, mivel állandóan kellenek a szavazók, ezért ennek soha nem lesz vége. Tehát nincs olyan, hogy meg lehet nyerni valamilyen osztályha főleg. És a férfinő osztályharc szándékos generálása ugye a legtöbb embert érint. A legtöbb embernek az életét dönti nyomorba az a sok feszültség, amit a otthon, a médiában, mindenhol meg kell vívni. Az ebből következő vállások sokasága, életetlen a gyermekek és a következő nemzedék életét dönti romokba. Tehát olyanfajta károkat okoz, de nincsen ennek vége, mert ennek egy sima politikai alapján, így bedobják a maszlagot ugye a médiába, hogy állandóan az generálják, és túlfelül kijön a szavazó belőle. Igen, de hát amit amit, amit amit az is igaz, hogy ugyanakkor, ez, ha erre koncentrálunk, az meg elvonja a figyelmet a valós problémákról, hiszen tényleg vannak bántalmazott nők, tényleg vannak az iskolában. Bántalmazott férfiak is. Bántalmazott férfiak Maradjunk is. De... Te... <suk> ja, így vagyok. van, akkor legalább ebben legyen egy előség. És ez is igaz, tehát hogy akkor erről sem lehet beszélni, hiszen már megvan a kialakult, hogy a férfi a bántalmazó, a nő bántalmazott is. Tehát, hogy akkor nem tudunk kezelni problémákat, nem, de te nem fejezted be az előbb a gondolatodat, úgyhogy nyugodtan folytasd, ahonnan e, szeretted nem nem volna. Nem csak közben már annyira más irányba mentünk, de megpróbálom igen így vissza... Amit fontosnak tartasz e, nyugodtan. E, hozni. E, igen, nyilván ez a probléma, csak ugye, hogyha ha a politikai irányra koncentrálunk, akkor nem fogjuk megoldani ugye ezeket a dolgokat. És talán az volt az utolsó gondolat, hogy, hogy rengeteg stereotípia van Igen. az embereknek a fejében, és hogy ezen is érdemes dolgozni, hogy hogyan lehet ezeket lerombolni, igazából előítéleteket. Ha már arról beszélünk, hogy tényleg mi a fő célunk, hát az lenne a fő cél, hogy ezek az emberek nem maradjanak egyedül. Igen. Ne, ne, ne az legyen, hogy, hogy, hogy nem találkoznak. Hogyha... Mondjuk, be, hogy nem akarjuk megerőszakolni őket, hogy mindenképpen társadaljenek, csak úgy vágyunk. Rá. Rá, hogy nem maradjanak egyedül. Ők, ők, is, tehát, hogy azért aztán ennyire áll, legyünk politikai. Politika. ők is erre vágynak, tehát ez teljesen egyértelmű. szeretnék van. megtalálni a párjukat, tehát hogyha megint ilyen mindenféle kutatásokat nézünk, akkor az is kiderül, hogy az ilyen társkereső oldalakon is mindenki azért a nagy őt keres a szerelmet keres. Tehát erre az emberek vágynak, bele van, bennünk van kódolva, hogy közösségbe szeretnék lenni valakivel, valakikkel, ugye erről szólnak a barátságaink, de hát a leges legjobb, hogyha a társunkkal is egy nagyon szoros és jó közösségben tudunk lenni. Tehát ez egy ilyen alapvető emberi igény. És ugye szeretnénk segíteni azoknak, akik ebben a helyzetben vannak, és arra keressük a választ, hogy ezt hogyan. Ugye ennek egyik oldala ez a társadalmi oldal, és hogy ez a személyes oldalban látom ezt, a, ahogy hogyan lehetne esetleg az előítéleteket lerombolni, és egy picit jobban közelíteni az embereket egymáshoz, a kommunikációt megnyitni egymás között. De hogyha már a témánál vagyunk, akkor magához ez az egész társadalmi jelenséghez ugye nem csak az vezetett, hogy hirtelen az oktatásban ugye, hogy mondjam, a nők voltak és ezért preferálva, és ezért elkezdtek ők tovább tanulni inkább, mint a fiúk, Szerintem egyébként még ebben is benne van az egzisztenciális bizonytalanság, mert a hogy, egy... maguknak akarják megteremteni, hogy, hogy, mert nem bíznak igen, a férfiakba, Hogy egy tudás uh -huh. alapú társadalomban, ahol azért a diplomának van egy, biztons, egy biztonságot nyújt az embernek, hogy anyagilag nem fog egy olyan helyzetbe kerülni, tehát ezért is tanultak tovább a hölgyek. De van itt még egy csomó egyéb társadalmi jelenség, amivel ugye említetted az urbanizációt, meg az elidegenedést, ugye ez is benne van ebben az egészben. Akkor... Hát nyíltan beszélhetünk, hogy maga a társadalom is annyira átszexualizált, hogy igazából a nőknek a helyzetét, az, hogy ők kicsodák, hogy tényleg partnerek legyenek, és ne eszközök legyenek egy kapcsolatban, hát ez is egy óriási probléma, és igazából ez is csak generálja ezt a problémát. És ezekre a dolgokra lenne érdemes ránézni, és ezekre lenne érdemes valamiféle megoldást találni. Nyilván ami szinten, és egyéni szinten megörülünk minden olyan dolognak, ami ugye pozitív irányba visz. Uh, úgyhogy ez, ez, volt még, ami nekem így plusz gondolat. Ezek Ennyi mi időnk van még, mert erről a szexről még lehetne beszélni egy ugye, <laughs> végén, csak nem tudom mennyi időnk Egy perc, van. <laughs> hogyha még össze szeretnéd nem. foglalni, nem? A, a, ez téma ez, hogy, hogy a, a, nőknek a, ez, a, a, ez, a, ez, ez a felszabadított szexualitás, mennyire nőellenes lett, hogy a nők esélyeit hogyan rombolja, és teszi tönkre a saját életüket, ez, ez egy külön szép történet lenne, mert azt hiszik, hogy ez egy szabadság, és Igen. közben a statisztikailag a saját esélyeiket lerombolják, és a saját életük megy tönkre, hogy, hogy olcsó szex, ugye, tehát ez egy, ez egy, ez, egy, új jelenség, soha nem volt ilyen olcsó, minimum le kellett hozni a csillagokat az égről, el kell tenni feleségül, hogy egy férfi szexhez jusson, ugye a kulturális uh, szerint most meg ö, ö, teljesen ingyen van a szex, akinek meg nem jut a test, aznak jut a képernyő, és ez önmagában egy külön történet, hogy ami a, ugyanúgy a magányhoz, az elidegenedéshez, a gyermektelenséghez és végsősoron e, ilyen értelemben egy meddő léthez vezet, ami nyilván megint jó az iparnak, mert addig is dolgoznak, profitot termelnek, a legjobb képességű nők, csak a boldogságukkal senki nem törődik. Azzal, hogy a pszichológushoz kell járjanak, azzal, hogy antidepresszánsokon és fájdalomcsillapítókon kell éljenek, és mi meg azt mondjuk, hogy, hogy azért legyen igazi életet igen. akarunk, és ehhez, a, ehhez, nyíltan kéne beszélni. Tehát én azt egy tanulságként azt javasolnám mindenkinek, amikor az osztályharcról, vagy ezzel az egész jelenségről beszéltünk, hogy meg kell tanulni a sorok között olvasni, és nem szabad -e elhinni, hogy a társadalmi diskurzusok arról szólnak, ami, ami a, ami a politikai csörték középpontjában van, és ne adjuk föl soha azt, hogy igyekszünk beszélni erről nyíltan, és megoldásokat keresni, és mindenki a saját területén próbálja meg hozzá az, hogy hogyan lehet közelebb kerülni ahhoz a megoldáshoz, hogy ez, ez igaz, az a valóság javuljon. Így van, és legalább mi törődjünk a boldogsággal, amivel a politika nem feltétlenül törődik, és hát minden esetre most szerintem ez nekünk sikerült egy olyan beszélgetést kikerekítérni, ami ezt az jelentés egy mondatra leredukált, igencsak kisiklatott értelmezését jelenti, tehát ilyen típusú beszélgetéseket érdemes folytatni. Nagyon köszönöm Posgai Janitának és Bedő Imrének, köszönöm, hogy itt voltatok köszönöm. velünk.